Szaggató bemutatótok valóban világ színvonalú volt. Ha a világ ezen a színvonalon áll, akkor érett a pusztulása. Csak úgy, mint a ti házasságotok. Gyűlöletkampányotok egymás ellen értő fülekre talált. Én mindig úgy szerettem a fáj. Ha egy tetszetős mecénás rám találna, én bizony térdepelnék neki napestig. Hihetetlenül tudtok ordítani, ha libán bőre még mindig tollas tőletek. Zénekkel ne nagyon próbálkozzatok, mert ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Kétségbeesve figyeltem, kapcsolatotok rohadó kukacok. Újabb árverés következik, mert hogyha nem is konszenzussal, de a konfliktuskezelő tanács alkalmasnak találta a kreditorházaspárt. Most menjetek, foglaljátok el helyeteket a jól megérdemelt emelvénynek. Tehát a rabszolgák neve Cristiano és Christine Fantomas Creditor.
A nemzetiségük gal, nemük férfi és nő, koruk 65 és 26. Tisztességüket fogják áruba bocsátani, és meg lehet velük együtt kapni egy 200 pannóniai forintos érmét, amivel megvásárolható a boldogság. A színpadon Aurelio és Aurelia Traficos! Abból volt a dohányunk, hogy eladtuk a dohányt. Ebből élt a család, szerették a bazár. Keveske, rendes, adottunk és csendes. Végül szűk ár résen át, fürkésztük az éjszakát. Jöttek, mentek emberek, vékony szálkás és gyerek. Szívtak, fújtak, pipáztak, babóztak, jöttek, vitáztak. Az én kedvesem egy olyan lány, kinek domposok bevernek is. Megcsalsok déli mámmal, majd elélvezett csendesen az én kedvesem. Élvezett medvesem. Érdektelen, érdekes, ha szíved szúr, az árulás, ha a lényegtelen, érdekes, akkor ha így, hogy ha víz, dobd el mázsás súlyod, tönkre ne